Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ez a videó, ez az advent első hetére készül, és itt most a karácsonyra, a szeretet ünnepére való ráhangolódást fogja segíteni nektek. Az első adventi hét az igazságosság erénye tartozik hozzá, és az első gyertyának a témája a hit, ezért raktam ki az igazságosság, illetve a főpap lapját. Mert ez -ez a, ehhez a két laphoz tartozik ez a két minőség. Először egy pár szóban erről beszéljünk, hogy ez mit jelent erre a hétre nézve. Az igazság lapja a döntéseinkről szól, illetve a tetteink következményéről. Azt érdemes megnézni, hogy ebben az évben mik voltak azok a jelentősebb döntések az életedben, azok a választások, aminek lehet, hogy már eredményei is vannak, és lehet, hogy most állsz olyan választások előtt, amit majd érdemes meghoznod. Az igazságosság a karma lapja is egyben, arra is figyelmeztetés, hogy amit teszel, annak mindig van következménye. Mindig mindennek van oka, és semmi nem történik véletlenül. Az igazságos megfontolt döntésekről is szól ez a kártya, tehát azt is vedd figyelembe mindig minden döntésednél, hogy amit készülsz meghozni, amit készülsz választani, hogy az mennyire igazságos, mennyire van egyenlőség benne, veled, illetve abban az eseményben, abban a szituációban résztvevőkkel egyaránt. Mérlegelést is jelent, egy számvetést is jelent, érdemes ezen a héten visszanézni az évre, és megnézni azt, hogy mik történtek, mi az, amit terveztél erre az évre, hogyha leírtad a terveidet erre az évre, akkor érdemes átolvasni, kipipálni azt, amit sikerült megvalósítani, illetve megnézni, hogy mi az, amit átviszel a következő évre. Az igazságosság az a, nem csak a, a külvilág, hanem a befelé tekintés lapja is olyan szempontból, hogy megnézd, hogy mennyire van benned az az egyensúly, amit képen is látszik. Mi az, amit már le kell zárni ahhoz, hogy tovább tudj lépni azokban a helyzetekben, amit szeretnél megváltoztatni. Nézd meg az emberi kapcsolataidat, hogy mennyire van benne egyensúly és harmónia, és ahol nincs, azon hogyan tudnál változtatni. A főpap lapja pedig a hitről szól, az első gyertya szól a hitről, a belső értékeinket jelenti. A lelki, spirituális értékeket, értékrendet jelenti. Az igazság lapjában még inkább a külső Rend a törvények a, a szabályok, a társadalmilag elfogadott, rendszerek is benne vannak, a főpap lapjában a lelki értékek, a belső értékek. Ennek a lapnak a kapcsán pedig azt érdemes megnézni, hogy miben hiszel mi, ez, mi az a legfőbb érték az életedben? ami a legnagyobb lelkesedést és szenvedélyt tudja neked adni. Melyik az az életterület, ahol ez nem valósul meg, ahol nem az igazi lelked szerinti célodat követed. És aztán persze azt is érdemes megnézni, hogy ezen hogyan tudsz változtatni, mik azok a megoldások, amik szóba jöhetnek, mi az, amit meg szeretnél tanulni, mi az, amit megtapasztaltál, megtanultál ebben az évben, és mi az, ami maradt a következő évre. A főpaplapja az, azt is mondja, hogy ami neked tudásod van, azt add át olyanoknak, akiknek szüksége van erre a tudásra. Ez nem azt jelenti, hogy ráerőlteted a te bölcsességedet másokra, hanem ha hozzád fordulnak, akkor megosztod azt a tudást, átadod azt a tudást. <kül> Ez a tanulás-tanítás lapja is, aminek kapcsán azt érdemes megnézni, hogy mi az, amit te még meg akarsz tanulni, amit úgy lelked mélyéről igazából szeretnél megtanulni, és mi az, amit pedig már át tudsz adni, meg tudsz tanítani azoknak az embereknek, akik körbevesznek. Ennek a kártyának a kapcsán szoktuk azt mondani, hogy ha a tanítvány készen áll, akkor a mester megjelenik, tehát meg tudod találni azokat az embereket, akik tudnak neked segíteni a spirituális utadon. És fordítva is igaz, hogyha a mester készen áll, akkor a tanítvány megjelenik. Vagyis amit már te tudsz, azt pedig tovább tudod adni olyanoknak, akiknek az érték és előrelépést hoz az életükbe. Akkor ezek után nézzétek meg ezt a három kártyacsomagot. Egy-egy kérdést tettem fel az arkangyaloknak, az arkangyal kártyából húztam ezeket a lapokat, hogy ezen a héten mi a legfontosabb, és mi az, amivel nem kell most foglalkozni. Nézzétek meg a három kártyacsomagot, és választhatok. És ha sikerült választani, akkor nézzük az elsőt. Ami lényeges most ezen a héten, az első kártyával a Szandalfon Arkangyal üzen és a győzelem lapja van ott. És a második, ami nem annyira lényeges, mert vagy azért, mert az most nem visz előre, vagy azért, mert az már adott, tehát az már megvan a számodra, ez pedig Uriel arkangyalnak az üzenete a ragyogó ötlet. Szandalfon arkangyal azt üzeni, hogy vedd számba az, ami eddig sikerült ebben az évben. Ünnepeld meg azokat a pillanatokat, amik a kisebb vagy nagyobb győzelmet hozták a számodra, amit meg tudtál tenni. Örömtelivé tudja tenni ezt az egész hetet, és újabb hitet tud adni, hogyha megtapasztalod, ha átnézed, akár össze is írhatod azt, hogy mi az, amit már sikerült megtenned. Ha ráhangolódsz erre az érzésre, akkor sokkal nagyobb erőt tud adni a továbblépéshez. És most nem kell újabb ötleteken gondolkodni. Most nem kell újabb megoldásokon gondolkodni. Amit eddig elértél, most annak örülj, és azt tud nagy hitet adni ahhoz, hogy, hogy majd tovább tudj lépni. Ez a kártya, ez azt is mutatja, hogy, hogy ennél a fajta mérlegelésnél, amit az igazság lapja jelez, hogy ennél vedd figyelembe azokat a az eseményeket, amit már meg tudtál valósítani, amik örömteliek voltak, amik a te sikereid voltak. Vedd figyelembe a saját értékeidet, a saját tudásod által megtapasztalt értékes helyzeteket, lehetőségeket, amivel élni tudtál eddig. És ne azon gondolkodj, hogy hogyan tovább. Ez egyfajta leállást is javasol ez a kártya, a győzelemnek a hittelteli ünneplését. Ez nem azt jelenti, hogy most ne csinálj semmit, hanem ismerd el saját magadnak azt, amit eddig elértél. Nagyon sokszor nem is tudunk ránézni erre, mert mert nem is vagyunk tudatosak rá, mert mindig újabb feladat van, mindig tovább lépés van, mindig valami más szeretnénk megvalósítani, újabb gondok jönnek, újabb megoldandó feladatok jönnek, és akkor elfeledkezünk arról, hogy elismerjük saját magunkat. És aki most ezt az elsőt választotta, ezt az első kártya csomagot, az annak nagyon fontos, hogy, hogy értékeld saját magadat, amit elértél. Másrészt pedig a kártya felirata ugye azt mondja, hogy imáid meghallgatásra találtak és megválaszoltattak, bizakodj, a másik pedig, hogy erősíts magadban ezt a fajta bizalmat, hitet. Az élet iránt a megvalósítandó céljaid iránt. Ez inkább egy ilyen belső munkát jelez ez a kártya, és nem az újabb továbblépés felé, mint ahogy a ragyogó ötlet. Tehát nem az újabb ötletek, az újabb tervek az, ami felé érdemes most fordulni, hanem amit eddig meg tudtál tenni, amit eddig beletettél abba, hogy. Minden terved megvalósuljon erre az évre. Ez volt az első kártya, nagyon szép adventi hetet kívánok nektek! Minél nagyobb hitet és bizalmat, és további csoda szép napot is köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. És akkor nézzük a másodikat. Ami lényeges és fontos ezen a héten a harmonikus kapcsolatok Raguel arkangyal üzenete, és ami nem annyira fontos a tanítás és tanulás, ez pedig Zadkiel arkangyal üzenete. A harmonikus kapcsolatok kártyával Raguel arkangyal azt üzeni, hogy most figyelj oda arra, hogy akik kedvesek számodra, akik körülvesznek téged hogy azok a kapcsolatok, ahol valamiért felborult a harmónia, hogy azokat rendezni egymással. A fő erények az igazság, illetve az első gyertya, amiért gyújtjuk a hit. Ez vezessen abban, hogy a kapcsolati problémákat fel tud oldani, az igazságos döntések meghozatala a kapcsolatokban nagyon fontos lehet mérlegelni az adok-kapok egyensúlyát, mit teszel bele az adott kapcsolatba, és mit kapsz abból a kapcsolatból. Ez most bármilyen életterületen az emberi kapcsolataidra, ez lehet párkapcsolat, lehet baráti, családi kapcsolat, kollégákkal való kapcsolat. Nézd meg, hogy neked melyik az a legproblémásabb amit érdemes ezen a héten kicsit elcsendesedni, mérlegelni, számvetést készíteni, és hittel, bizalommal az összes bölcsességedet beletéve hozni olyan döntéseket, választásokat, amivel meg tudod változtatni azt az adott kapcsolatot. A főpap lapja a lelki megtapasztalásokat is jelenti ezen a héten, és most érdemes megnézni a kapcsolatokat az életedben, abból a szempontból is, hogy a te értékrendednek mennyire felel meg az az adott kapcsolat. Az igazságosság lapja pedig azt üzeni, hogy azokat a kapcsolatokat, amik már nem a te értékrendet szerintiek, amiben már nem tudod megtalálni azokat a fontos, számodra fontos értékeket, azokat pedig lezárni érdemes. Ezt is mérlegeld ezen a héten, hogy melyik kapcsolat érett meg arra, hogy elenged, hogy lezárd. Mert már nem a te értékrended szerinti az az adott kapcsolat. A tanítás és tanulás, ami most nem olyan fontos, ez azt jelenti, hogy most ne akarj újat megtapasztalni. Hasonló mint az első kártyánál, ott is az volt, hogy ott ne akarj most új terveket, új ötleteket, hanem ez valamiképpen mind a két kártyánál ugye azt mutatja, itt az első és a másodiknál is, hogy inkább a lezárásról van szó. Inkább arról van szó, hogy az ami eddig volt, abból egy kis számvetést végezni és aztán eldönteni, hogy hogyan tovább és minden, ami már megérett arra, hogy változzon, vagy lezárd, azt pedig meg is tedd. Most nem kell arra törekedni, hogy minél több újat megtanulni ebből a helyzetből, inkább azt a részét kell előtérbe helyezni itt ennél a kártyacsomagnál, hogy a meglévő jelenlegi kapcsolataidat rendezni minél harmonikusabb legyen. És hát az önmagunkkal való kapcsolat is nagyon lényeges lehet ilyen szempontból. Ha önmagaddal harmóniában vagy, akkor sokkal inkább kiegyensúlyozottabban tudsz ránézni az életednek a más területére is, a másokkal való kapcsolatra is akkor tudsz igazából megnyilvánulni a többi életterületen is pozitívan, hogyha te magad magaddal is harmóniában vagy, ha te magaddal a kapcsolatod harmonikus. Hát ez a hét, ez erre is jó lesz, és a főpaplapja ugye az mindig a befelé fordulást is jelenti, és ez a hét is jó lesz arra, hogy te is ezt gyakorold, hogy minél többet magadban néz, a kapcsolataidra néz, foglalkozz vele. Ne újat akarj most tanulni, inkább azt, amit eddig megtanultál a főpap lapja, amit mond, ahová eddig eljutottál a spirituális utadon, hogy azt most ö, hasznosítsd, és a kapcsolataidat javítsd másokkal, és önmagaddal is. Ez volt a második kártyacsomag. Gyönyörű szép advent hetet kívánok nektek, további szép napot, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. És akkor nézzük a harmadikat. Első kártyával Ariel Arkangyal üzen, terjesz szét a szárnyaid, Második kártya pedig ami nem annyira lényeges most, Zsófiel arkangyal a türelem lapja jött ki. Ez a kártya, ez pontosan, mintha fordítottja lenne az előző kettőnek, nálatok már fontos az, hogyha meghoztatok egy ilyen döntést, amit az igazság lapja mutat ha lezártatok egy életszakaszt, amivel a spirituális utatokon tudtok tovább lépni, itt az ideje, hogy kiterjesszétek a szárnyatokat, vagyis most már kezdjetek el szárnyalni azon az életterületen, ami nektek fontos, ami esetleg eddig meg volt rekedve. Ariel Arkangyal azt üzeni, hogy most ne tétovázz, itt az idő, és készen állsz a magasba emelkedni. Ez egy nagyon gyönyörű üzenet, és arról szól, hogy nektek itt, akik a harmadikat választottátok, már eljött a cselekvés ideje. Már nem türelmes várakozás az, ami eredményt tud hozni. Itt látszik is a másik kártyán Zsófiel Arkangyal üzenetével, hogy ez az angyalka itt virágokat locsol, és a gyönyörű kert, ugye ki kell várni, még az, azok ilyen pompás virágokat hoznak, kinyílnak. De most már nem ez a lényeges. Már eleget tettél azért, hogy előkészítsd azt, ami felé most már mozdulni érdemes. Tehát ezen a héten az mellett, hogy meghozol döntéseket, mérlegelsz, elvégzed ezt a kis számvetést, amit az igazságosság lapja üzen, és megnézed, hogy hol állsz most a spirituális utadon, milyen értékek tudtál eddig megvalósítani, és mi az, amin szeretnél tovább lépni, és most tedd is meg. ezt azt is jelentheti, hogy most nem kell már gondolkodnod. Nagyon sokszor, amikor mindent megteszünk egy bizonyos ügy érdekében, egy terv, egy cél érdekében, akkor az a végső lépés, amit itt a Ariel Arkangyal üzen, hogy kiterjeszted a szárnyad, és ugrasz még az ismeretlenbe is akár, hogy az nehezített lehet. De ez a kártya, amit üzen, hogy most már nem kell várakozni, ez feltételezi, hogy nagyon sok mindent megtettél azért, hogy ezt meg tud bátran lépni, ezt a lépést. Amikor már nem érdemes tovább várni, már előkészítetted, úgymond, ezt a terepet, és most már csak ez a ez az önbizalommal teli elkötelezettség az, ami lényeges, hogy, hogy valójában szét tud terjeszteni a szárnyaid, és valójában meg tud tenni ezt a lépést, és ez fog tovább vinni téged, ezáltal fogsz. Feljebb emelkedni az életedben. Nagyon jelentőségteli hét lehet ez azoknak, akik ezt a kártyacsomagot választották. Tehát fordulj befelé, hozd meg azokat a döntéseket, amik már szükségesek. Ez olyan helyzetekből való kilépést is jelenthet, ahol lehet, hogy eddig türelmesen várakoztál de most már ez nem jó neked, ez már nem visz téged előre a belső úton. Ez már nem szolgálja azt, hogy, hogy értékeket tudjon adni neked. Ez nem csak párkapcsolatra vonatkozhat, ez egyéb kapcsolatokra is, vagy egy olyan munkahelyre is vonatkozhat, ami, ami már úgy érzed, hogy nem a tiéd. Valószínű, hogy elsőre is mindenkinek eszébe jutott rögtön egy téma, hogy melyik az a terület, ahol ilyen módon kell tovább szárnyalni az életben. És akkor most foglalkoz ezen az adventi héten ilyen szempontból is. Ez volt a harmadik kártyacsomag, nektek is gyönyörű szép adventi hetet kívánok, és köszönöm szépen a Figyelmeteket! További csodaszép napot mindenkinek!